A balesetek elkerülése minden közlekedő kötelessége. Vezessünk defenzíven, ha a biztonság érdekében szükséges, akár az elsőbségről is mondjunk le. Az elsőbséggel rendelkező sem közlekedhet akárhogyan. Nem lépheti túl a megengedett sebességet sem, hiszen fontos, hogy ő se okozzon veszélyhelyzetet. Nézzünk egy példát. Székesfehérváron a Mártírok úti kerékpárút és a Kereszt utcák találkozásai veszélyes helyek a kerékpárosok számára. Igaz, a szabályosan hajtó kerékpároknak elsőbségük van itt, de a gyors hajtó kerékpáros szabálytalan. A bekötő utakról érkező autós nagyon keveset lát a keresztező kerékpárútból. Az udvarias autós lassít, sőt, akár meg is áll a kerékpárút felfestése előtt, majd azután a korlátozott kilátás miatt előrébb gurul. A körültekintés nélkül a kereszteződésben gyors hajtással távolról berobbanó kerékpáros, különösen ha még az itt megengedett 20 km/h sebességet is túllépi, váratlan helyzetet okoz. A legjobb szemkontaktussal meggyőződni arról, látja-e az autós a kerékpárost. A kerékpárral is lassítani és csak a megkapott elsőbség esetén áttekerni kisebb időveszteséggel jár, mint fejjel beugrani az autóba. Kerékpáros javaslatunk, semmiképpen ne ugorj fejjel az autóba.